klubok között is a legjobbak. Ezt annak a négy megyénybeli polgármesternek mondta a belügyminisztérium munkatársa, akik településein sikeresen valósítanak meg közfoglalkoztatási programokat. Munkájuk elismeréseként egy 10 millió forintos támogatásról szóló oklevelet, a Start Plus díjat vehették át csütörtökön a megyei kormányhivatalban. Van, ahol befőző üzemben vagy kultúrnövények termesztésében alkalmazták a közfoglalkoztatottakat, máshol közösségi terek filagória építésében vagy idősen gondozásában vettek részt. Nyílugos életéhez a 90-es évek eleje óta járulnak hozzá. Több mint 400 hektár erdőt telepítettünk, volt 56 ezer folyométer uborka, országosan az egyik öntözött rendszer, a legmodernebben. Volt, amikor 50 hektáron pritomin paprikát termeltünk, volt, amikor több mint 600 közmunkás foglalkoztattunk. Most jelenleg burgonyát termelünk, hagymát termelünk, káposztát, karolábét, fehér-vörös káposztát, ez elsősorban a középkeztetésre, és természetesen megmarad az meg a nyílugosi rászorulók és az ottani polgároknak. Az ennyer támogatásból hangját vagy sátort vennének a településen, hogy az időjárás ne tegye tönkre a megtermelt zöldségeken, gyümölcsöket. Nyílugos mellett Passzab, Tiszakanyár és Szamostatárfalva polgármesterei kaptak elismerést. Valamennyien értékteremtő, példamutató közfoglalkoztatási programokat valósítanak meg. A 2011 óta futó közfoglalkoztatási programok beváltották a kezdeti reményeket, vagyis hogy segélyhelyett a munkavilágába vezessenek át minél több embert. Az évek során a programok változtak, idén három területre fókuszáltak. Ebben az évben a mezőgazdaság, a helyi sajátosság és a szociális területekre vonatkozó programokat lehetett tervezni a polgármester uraknak és asszonyoknak. A legtöbb önkormányzat kettő vagy három, tehát mind a három programba pályázott és sikeresen nyert, és valósítják meg a programokat. A programok ez év március 1-től jövő év február 28-áig fognak tartani, és sikeresek a program megvalósításai. Tulajdonképpen az utolsó ciklusba érkeztek a programok. Én azt gondolom, hogy ebben az évben is ezek a járás és tart közmunkaprogramok sikeresnek mondhatóak. Az országban évente mintegy 100 ezer közfoglalkoztatott dolgozik, ennek egyötöde nagyjából 20 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többségüknek képzést is biztosítanak a kormányhivatalokon keresztül. A települések által most elnyert 10 millió forint felhasználása két lábon áll. Egyrészt materiális, tehát azaz be kell fektetni materiális javként ebbe a közfoglalkoztatási programba, másrészt pedig egy személyi sora is van ennek, itt mindenféleképpen a közfoglalkoztatott személyek számát kell növelni, legalább egy hónapos időintervallumra. Az összeg felhasználására az érintettek november 23-áig adhatják be kérelmüket a belügyminisztériumnak. A Szabolcs-Szatmár-Beregi közfoglalkoztatási programok sikerességét mutatja, hogy ezúttal országosan 21 település munkáját ismerték el. Ennek közel ötöde négy település a megyéből került ki.